Sziasztok, Divatikon nézők! Mellettem az X-Faktor egyik dobogósa, Krasznai Tünde. Szia, Tünde! Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek! Hogy érzed magad? Köszönöm szépen, nagyon remekül érzem magam, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ez csodálatos, ami most éppen történik szerintem. Gratulálni szeretnék a díjatokhoz, ami nagyban köszönhető nektek is, hogy bezsebeltétek a Sztori díját. Örülsz neki? Remek, ez csodálatos, mert ezek szerint akkor ennyien nézték ezt a showt, és ennyi mindenkit érdekelt az, hogy mi mit csinálunk hétről hétre, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. Tünde, szerintem neked volt a legérdekesebb hangod az egész X-Faktor alatt, viszont te voltál az egyik legmegosztóbb személyiség is. Mennyire sikerült ezen túllendülnöd? Volt a kritikáid, volt egy előéleted, sikerült ezt magadban lerendezni? Természetesen sikerült, most már sokkal jobban vagyok, mint a műsor alatt, és azt gondolom, hogy a megosztó személyiségem az továbbra is fönt fog állni, és ez a jövőben is így lesz. Azt gondolom, hogy én mindig őszinte leszek, és mindig önmagamat fogom adni, úgyhogy én azt gondolom, hogy akik eddig szerettek, azután is szeretni fognak, akik nem, azután sem fognak, úgyhogy semmi nem fog eltántorítani attól, hogy tovább folytassam az álmaimat, és hogy dolgozzak. Úgyhogy most nagyon nem könnyű időszak van most velem, de csinálom, úgyhogy ez nagyon boldogát tesz. Ha ez megnyugtat, én meghallom a nevedet, és egyből az jut eszembe, hogy mennyire csodálatos hangod van. Milyen az élet az X-Faktor után? Az X-Faktor után nem könnyű, mert ugye ami volt, az már nincs, és ami meg lesz, az még nincs, úgyhogy most egy kicsit nehéz időszak van, de dolgozok, és most dolgozom a zenekarommal, keresem a lehetőségeket, sőt, vannak is lehetőségek, úgyhogy idővel szépen minden remélem ki fog alakulni. Többiekkel együtt fellépés vár rátok? Igen, vannak, valószínűleg lesznek is, úgyhogy mindenkit szeretettel várok és várunk a fellépéseinkre. Maradsz most továbbra is itt szórakozni a többiekkel, vagy mész esetleg tovább az éjszakába bulizni? Szeretnék maradni, igen, jól érzem magam. Remek az étel, azt gondolom, hogy szerintem remek a pálinka, úgyhogy egy kicsit maradok, igen, meg szeretnék beszélgetni kicsit a Geriékkel is, az ilyen napon a budapesti srácokkal, úgyhogy tök jó itt lenni most. Akkor én el is engedlek téged. További szép estét kívánok neked, és köszönöm az interjút. Köszönöm szépen, sziasztok! Hello!